Minden fontosabb annál, ami mindennél fontosabb. A valóság, ami fokozatosan bontja ki magát előttünk, arra mutat, hogy rendkívül közel lehetünk ahhoz a ponthoz, ahonnan jelenlegi életmódunk tűnik majd borzasztó távolinak. Az előző évtized elégedettségét felváltotta annak megértése, hogy a dolgok változnak, és változni fognak. És erre fel kell készülnünk. Nem megfélemlítenünk kell, hanem elgondolkodtatni. Mert ha elhisszük, hogy benne vagyunk, akkor talán hajlandóak lennénk foglalkozni is vele. Ahogy a társadalmunk egyre bonyolultabbá, felgyorsultabbá válik, ahogy egyre jobban mélyül az elemei között a kölcsönös függőség, úgy nő a kiszolgáltatottságunk, és annak az esélye, hogy egyes elemeinek a sérülése az egész rendszer maradandó károsodásával fenyeget. Mert a civilizációnk sokkal törékenyebb, mint azt gondolnánk. A modern társadalom összetettsége olyan nagy, hogy elég egy-két elemét kiemelni, és összeomlik az egész. Az előttünk álló évek során belépünk a Föld rendszerének olyan léptékű változásába, ami egy teljesen új egyensúlyi állapot felé tart. Már önmagában ez rendkívül káros lesz a civilizációnkra, hiszen valamennyi infrastruktúránkat a fennálló rend stabilitására építettük fel. A kritikus infrastruktúrák, a pénzügyi rendszerek, az ellátási láncok, az állami struktúrák működési zavarai komoly kihívást jelentenek majd az olyan alapvető szükségletek biztosítása szempontjából, mint az élelmiszer, a víz, az energia, a közegészségügy és a fizikai biztonság. A növekvő erőforrás problémák, környezeti károk, társadalmi és gazdasági feszültségek, ezek egymást erősítő kölcsönhatásai újabb és újabb fennakadást okoznak majd a mind sérülékenyebbé váló társadalmi rendszerekben, egyre valószerűbbé téve a teljes rendszer dominóhatás okozta összeomlását. Amint egyre jobban átlátjuk a létünket fenyegető összefüggéseket, annál inkább érezzük a késztetést, hogy mindennapi, úgymond valódi dolgokkal foglalkozzunk helyettük. Ám idővel egyre nehezebb és nehezebb lesz letagadni, amit tapasztalunk, mert ahogy figyelmünk a valóság felé fordul, mindenütt annak igazolását fogjuk látni. Helyben és szerte a világon egyaránt. Sajnos az emberiség a létét fenyegető problémákat nem küszöbön állónak, hanem esetlegesnek és távolinak tartja. És nem sokat tesz azért, hogy megóvja önmagát a következményektől. Ahogy elkerüli azt is, hogy a katasztrófa elkerülése érdekében megtegye a szükséges változtatásokat. Mert az események felkészülten és váratlanul is érhetnek minket. A lehetőségek teljes körét számba vevő, az érdemi alkalmazkodást lehetővé tévő felkészülés elengedhetetlen. Talán mindannyian érezzük. Vélhetőleg nem sok időnk maradt arra, hogy megváljunk a hamis illúzióktól, megértsük rendkívül nehéz helyzetünket, és tegyünk önmagunkért. Mindenkinek meg kell értenie, hogy ez a küzdelem nem pusztán az állatokért vagy a növényekért zajlik. Még csak nem is arról van szó, hogy mi lesz az unokáink unokáival. Ezt saját magunk miatt kell megtennünk,
A mi életünk a tét. Mert az események és a változások, a folyamatok, melyek körbevesznek minket, ezeket, ha megállítani nem is tudjuk, de felkészülhetünk a változásokra. A reaktív fellépés helyett a proaktív szemléletre történő átállás a feladat. Az alkalmazkodás készsége pedig nem szerezhető meg. Tanulás nélkül egy egyre összetettebb és egyre inkább összekapcsolódott világban. Az oly sokat emlegetett mitigáció valójában az adaptáció részét képezi. Az alkalmazkodásra való felkészülésnek pedig haladéktalanul meg kell kezdődnie szervezeti, közösségi és egyéni szinten egyaránt. És ez akkor is így van, hogyha ennek elengedhetetlen szükségességét ma még rendkívül kevesen ismerik fel. A legtöbb ember hisz, az értelmes, egyre többé, jobbá, szebbé váló jövőben. Abban a generációkon átívelő ígéretben, hogy a gyermekeire jobb élet vár majd. Ennek jó eséllyel a végére értünk. Kevés embernek van képzelőereje a valósághoz, én mégis azt kívánom, hogy önöknek legyen. Charles Darwin szerint nem a legerősebb faj lesz a túlélő, még csak nem is a legintelligensebb, hanem az, amelyik a leggyorsabban képes alkalmazkodni a változásokhoz. A minket körülvevő valóság összefüggéseinek a megértése egy rendkívül fontos feladat a számunkra. Ha a célunk a jövőben minket érő károk, fájdalom és veszteség enyhítése. Azok, akik elfogadják, hogy komplex társadalmaink összeomlásának valószínűsége egyre nő, alkotják majd azokat a közösségeket, akik tudják. Nem maradt már a fontosabb feladat, mint a felkészülés. Mindezzel együtt persze a legalaposabb felkészülés sem jelenthet garanciát a számunkra. De mivel véteni nem csak tettel, hanem mulasztással is lehet, legalább lelkünk nyugalmáért elmondhatjuk, ha eljön az idő. Megtettük, amit megtehettünk. Mert ha bátran és higgadtan nézünk szembe a valósággal, akkor jó eséllyel tudni fogjuk azt is, hogy mi a dolgunk vele. És szabadon hozhatjuk meg az igazi döntéseinket a saját életünkkel kapcsolatban. Az ember egy végtelenül jelentéktelen lény. Ezt jól példázza, hogyha a Föld közel 4,5 milliárd éves történetét egy kalendáriumi évnek feleltetjük meg, vagyis 365 napnak, akkor egy ember átlag életkora az egy évhez képest mindössze fél másodperc. De bármilyen jelentéktelenek is vagyunk, a természet törvényei kérlelhetetlenül vonatkoznak ránk is. 1944-ben az Alaszka melletti kicsiny Szent Máté szigeten az Egyesült Államok haditengerészete egy hosszú távú lehallgató állomást hozott létre. Az ellátás biztosítására a katonák mellé, mivel hogy nem volt McDonald's a szigeten, betelepítettek 29 darab rénszarvast is. Abban az esetben, hogyha nem jönne meg az ellátmány, ledurrantanak egyet-kettőt. Erre végül nem került sor. 1944 végén járunk, néhány hónappal később véget ért a második világháború. A katonák összecsomagoltak, hazamentek, a rénszarvasok maradtak.
Ezen a kicsiny szigeten nem élt semmilyen más nagy gerinces állat. Nem úgy ragadozó, de növényevő sem. Melemben volt rengeteg fű, és az, amit a rénszarvas nagyon szeret. Zuzbó. 1957-ben, tehát 13 évvel később, egy tudósnak eszébe jutott, hogy nálatok laknak-e állatok, és egy expedíció keretében elindultak felfedezni, vajon mi is történhetett velük. Hát, meg is lepődtek azon, amit láttak. A rénszarvasok nagyon jól érezték magukat. Kövérek voltak, lusták, és 1350-en éltek a szigeten. Összeszámolták őket, hazamentek. Legközelebb 1963-ban tértek vissza, akkor már helikopterekkel. És most tényleg meglepődtek azon, amit láttak. A rénszarvasok már eléggé le voltak rongyolódva. Soványok voltak, tele sebesülésekkel. Rendkívül feszültek voltak. És 6000-en éltek a szigeten. Alig 20 év alatt 29-ről 6000-re nőtt a számuk. Összeszámolták őket, hazamentek. Legközelebb 1966-ban tértek vissza, és most lepődtek csak meg igazán. A szigeten mindössze 42 darab rénszarvas élt, 41 tehén és egy terméketlen bika. Így aztán a Szent Máté-sziget rénszarvasai a 80-as évekre ki is pusztultak. Amit ez a példa tökéletesen leír, azt úgy hívják, hogy Szeneca görbe. A Szeneca görbe azt mutatja meg, hogy egy komplex rendszer, egy ökoszisztéma, egy társadalom, sőt az egész civilizáció kialakulása és felépülése egy viszonylag hosszú, idő- és energiaigényes folyamat. Ám amikor a komplex rendszer eléri növekedésének határait, és feléli erőforrásait, akkor a felívelő periódushoz képest a hanyatlása és az összeomlása egy viszonylag rövid és gyors folyamat. Ám míg a rénszarvasok esetében a megújuló természeti erőforrások túlhasználata, addig a mi esetünkben, vagyis a globális ipari civilizáció számára, a nem megújuló természeti erőforrások ipari léptékű kiaknázása hozza majd el. De hogy megértsük a Szeneca görbe lefelé tartó ívének meredekségét és gyorsaságát, amire egyébként mostanság huppanunk rá, ahhoz el kell fogadnunk, hogy a minket körülvevő folyamatok nem lineárisak, ahogy mi emberek gondolkodunk, hanem exponenciálisak. Teller Ede bácsi egyszer végtelen bölcsességében azt mondta, hogy az emberiség végének egyik oka az lesz, hogy sem értelmileg, de főleg érzelmileg nem képes feldolgozni az exponencialitás fogalmát. Hát ez nekünk sem fog itt sikerülni, de egy kicsit meglegyintjük magunkat vele. Ha a Föld és a Nap távolságát 50 lépésre osztjuk fel, vagyis 50 lépésből eljutunk innentől a napig, akkor az exponencialitás elvének figyelembevételével hányadik lépésnél járunk félúton? Költői kérdés. A 49-nél. De hadd illusztráljam én ezt most egy egyszerű példával. A kezemet figyeljék, nem csalok. És kérem szépen, hogy képzeljenek el egy akkora papírt, amit akárhányszor félbehajthatok. Engem pedig olyan erősnek, hogy ezt meg is tudjam tenni. Ugye? Ismerős. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha ezt a mindannyiunk által ismert papírt én 14-szer félbehajtom,
olyan vastag lesz, amilyen magas én vagyok. Ha még háromszor, tehát 17-szer félbehajtom, olyan vastag lesz, amilyen magas ez a ház. Ha 45-ször félbehajtom, 6 a 45-ből, akkor már is ott állunk Neil Armstrong lábnyoma mellett a Holdon. És most jön a dilemma. Mert ha unjuk a banánt, akkor már csak egyszer kell félbehajtani, és már itthon is vagyunk. Hopp, 45 oda, egy vissza. Ám ha bátran nekivágunk az űr sötétségének, akkor mindössze még 5-ször kell félbehajtani ezt a papírt, és már is ott állunk a napnál több mint 100 millió kilométerre innen. És természetesen a 49. lépésnél járunk majd, félúton. De hogy egy másik példával illusztráljam az elgondolhatatlant. Ha egy petri csészébe egy baktériumot helyezünk, ami percenként osztódik, és a 60. percben a petri csésze megtelik baktériumokkal, akkor hányadik percben lesz a petri csésze félig baktériumokkal? Nos, nyilván az előző példa alapján kikövetkeztethető. Az 59. percben. Na már most. Visszatekerve és kérdéssé formálva ezt. Ki az a vidám kis bacillus, aki átlátja a probléma léptékét, súlyosságát, gyorsaságát, amikor a petri csésze még 97%-ban üres? Hol itt a gond? Az 55. percben. Mindössze 5 perccel a műsor vége előtt. Na, hát itt járunk valahol mai napság. Ha esetleg valaki úgy érezné, ráérünk arra még. Zárják hát ezt a gondolatot a szívükbe, kérem, jó mélyen. Mindössze annyiról dönthetünk, hogy mit kezdünk az idővel, ami nekünk adatott. Köszönöm a figyelmüket.